Szeretettel köszöntjük a Pázmány Sport hallgatóit, Radakovics Mihály vagyok, és hát ismét jelentkezik a Skúló című foci is magazinunk, mert hogy rengeteg jó rangadót rendeztek az elmúlt héten. Itt van velem Gácsi Zalán, Kovács Dániel és Szelecki Róbert, és velük fogjuk majd megbeszélni az elmúlt hétvége legfontosabb történéseit. Hát túl a válogatott szüneten vissza a bajnokságokhoz, az biztos, hogy innentől kezdve a szezon olyan része következik, amelyben nem lehet hibázni, hiszen nincs már sok forduló hátra, és hát itt tényleg minden egyes bekapott gólnak, hát egyre nagyobb jelentősége lesz. Negatív irányba, a lőtt góloknak pedig pozitívba. És hát kezdjük is a eladásunkat, mégpedig hát a Németországban a Bundesligában rendezték a szezon rangadóját, a Der Klassikert, mégpedig abból az állásból, hogy a Dortmund egy pont előnyében volt a Bayern Münchennel szemben, csak hogy a bajoroknál új vezetőedző érkezett a kispadra Thomas Tuchel személyében. És hát a mérkőzés gyakorlatilag a szokásos müncheni forgatókönyvet hozta, hiszen a bajorok már 23 perc után 3-0-ra vezettek, végül 4-2-es győzelmet arattak. Hát szerintetek itt, hogyha nincs ez a maradjunk annyiban, igen, csak komikus első gól, akkor is ilyesmi végeredmény lett volna. Hát szerintem nem alakult volna, szóval így is kiütés lett volna, hogyha hogy a Bayern München eléggé mezőny frame volt, főleg az első félidőben a Dortmund ellen, de a második félidőben is, a második félidő elején is eléggé domináns volt, és ugye akkor is sikerült egy gólt szerezni. Így, hát nem biztos, hogy ekkor. Szóval, hoppá, lavarogtam egy kicsikét, bocsánat. Szóval szerintem szintén ilyen kiütéses győzelem lett volna, mert a Dortmundnak ez nem jó napot fogott ki, és ráadásul ugye nagy hátrány volt az is, hogy hazai pályán, szerintem ez a hazai pályán, a Bayern München otthonában aztán 9 meccsen nem sikerült győzni a Dortmund. Talán a legutoljára 2011-ben sikerült az Allianz Arénában egy a 3 pontot kicsikarni a Dortmundnak, akkor is egy 0-as győzelem, ha jól emlékszem. Adás előtt beszélgettik, hogy mennyi ez a szám, és hát itt van a statisztika arról, hogy a Bayern München és Norban 9. alkalommal győzte az éppen Bundesliga mérkőzésen a Dortmundot, és hát bármennyire is meglepő, a Bayern Münchennek éppen az ősi rivális ellen van a legjobb sorozat a bajnokságban a hazai pályán. Hát igen, tulajdonképpen most is az történt, hogy bármilyen formában érkezzen a Bayern, és bármilyen formában érkezzen a Dortmund, valahogy most is az fordult elő, ami ezeken a rangadókon szokott, hogy hát nagyfokú bajor fölény, ugye a dortmundiak még kapura tartó lövésig sem jutottak el az első fél időben, miközben simán kaptak 3-at, és ugye a bajnoki kapcsán ugye az elmúlt 9 alkalommal ugye nem nyert a Dortmund bajnokin a Bayern ellen, úgyhogy bár ugye az elmúlt néhány fordulóval ezelőtt még ugye pedzegetve volt, hogy hát most a Bayern az nem fogja olyan simán megnyerni a bajnokságot, ami igaz is, de szerintem ez most egy vízválasztó volt, új edző, új lendület, a Tuchel ráadásul egy jelentős szaktekintély a labdarúgó berkekben. Szerintem most ez egy vízválasztó volt a salátástálért folytatott küzdelemben, és mostantól megint az lesz a kérdés, hogy vajon hány fordulóval a vége előtt nyer majd a Bayern ügyem. Jelenleg így a bajnokság ugye megfordult úgy, hogy most a Bayern München ugye 2 pont előnye vezet a Dortmund, és 4-gyel a harmadik Union Berlin előtt, és még 8 mérkőzés van hátra. És hát igen, az éppen említettük, hogy a Bayern München az éppen veretlen a bajnokságban, erre rajtuk kívül az Union Berlin képes még. Még hát igen, a Dortmundnak hát jó kis ideg, hát nem mondom, hogy a Dortmund olyan rossz formában lett volna, idegenben egyébként 6-szor kaptak ki összességében, de hát de tényleg megfigyeltem azt, hogyha bármilyen formában érkezik egy nagyobb csapat a Bayern München, sima veresége a vége, lásd például február végén az Union Berlin kapott ki 3-0-ra az Allianz Arenában, és szintén mondani egy hát tükörsima mérkőzésen akkor. Még hát Thomas Tuchel ez a debütálás, hogy ugye
Thomas Tuchel az első olyan Bayern München vezetőedző, akinek hát a debütáló mérkőzésen a Bundesligában már 23 percen 3 gól szerez a csapat. Hát lehengerlő. Hol kaptak a BL-be egy hát éppen vergődő és most is halsebény nyalogató Chelsea-t, akikre kiestek. Most megint ez, hogy a másik fontos sorozatban ugyanúgyan egy veresség, ami konkrétan eldönteti az egészet. Ott az addigi forma meg nem erre engedett következtetni, és tudom, ez itt tényleg problémás, hogy a kulcsmérkőzések nem jönnek össze, akkor hiába jók így a szezon nagy részét tekintve, az ilyen fontos pillanatokban a hibák azok egyszerűen sehol nem férnek bele, és most megint egy hasonlót láthatunk. Persze a Bayernben még benne lehet az, hogy megint lesz egy kettő banánhéj, de ez lehet, hogy már csak a Nagelsmann korszaknak a maradványa lesz, és Tuchelnél ez már nem fog előfordulni. Meglátjuk, hogy jövő eldönti, hogy egy közhelyet is eldurran csak. Azt megfigyeltük, hogy a Dortmund például, igen, ugye mondott volt egy kis, hogy rengelően kezdte a 2023-as évet egészen a Chelsea lenni visszavágóig, ott volt, az aztán jött egy hullámvölgy, miután ugye akkor mi Chelsea-t kikaptak, aztán a kiesés ellen küzdő Schalke ellen játszottak idegen meg 2-2-t, tehát valami ott nem stimmelt, és hát pont az ilyen pontvesztések azok, amelyekből látszik, hogy a kulcsmeccsek nem fognak sikerülni, teszem hozzá, ez tényleg elég egészen elképesztő, hogy Dortmund bármennyire is próbál ígéretes teljesítmény nyújtani szinte minden szezonban, hát a kulcsfontosságú meccsek azok abszolút nem sikerülnek nekik. Bár nekem bármennyire is furcsa az, hogy a sorsolás az valahogy úgy hozza, hogy a Dortmund megkapja a úgymond a nehéz meccseket, vagy kulcsmeccseket a szezon végén idegenben, míg a Bayern München meg szinte mindegyiket otthon. Ugye Bayern München tudjuk, hogy ők otthon gyakorlatilag. Mondom, hát úgy teszem, az január végén a Frankfurt játszott még döntetlen az Allianz Arénában, de gyakorlatilag ott egyszerűen minden csapat számára kb. Lehetetlen küldetés egy győzelem. Lásd, a Paris Saint-Germain is bukott ott egy szépet. Szóval hát nagyon úgy tűnik, hogy oké, hogy csak kettő volt a Bayern München előnye, de említettük azt, hogy ez vízválasztó lehet. Viszont szerintetek ez most így, ez a mérkőzés hogyan foghatni a Bayernre? Tehát ők innen végrobognak, vagy akár valamelyik hát üldöző lesz az, amelyik esetleg be tudja fogni őket? Most a statisztika, amely a történelme alapú hozva. Szóval mondani, amit kb. Az elmúlt már, sőt, most már több mint 10 évben látunk. Lehet akármi, mindig egy valaki nyer a Bayern Münchenhez, szóval én szerintem ez most sem fog megdőlni innentől már. Hát a Bundesliga az tényleg szinte, hogy bármi van a Bayern München nyer. Hát szerintem mondjuk a Bayern München egyik nyerő ember egy bizonyos Thomas Müller volt, aki 20 pályafutás során 20 ötödik alkalommal talált be legalább kétszer Bundesliga mérkőzésen. A jelenleg aktív játékosok közül ez egyébként a legtöbb. Még a másik nyerő emberek Gregor Kobelt nevezném, aki hát olyan szép luftot rúgott, hogy azt szerintem hát a Lufthansa is megirigyelni, amilyen szép luft volt. Tessék! Thomas Müller kapcsolatban egy érdekesség, hogy a Nagelsmann mint a kicsit hogy ilyen háttérbe akarta volna szorítani. Jani Bayern Münchennek hát most már volt egy régóta oszlopos tagját. És azért láttunk arra példát, hogy azért ebbe bele lehet csúnyán bugni, hogyha Müller valaki így háttérbe akarja szorítani. Talán Nikó Kovács volt az, aki még hasonlóval kísérletezett. Aztán ugye ő sem húzta túlságosan sokáig. Aztán ehhez képest ott Müller visszakerült a kezdőcsapatba, és egyből duplázott. Tisztán, mint Bede Dániel a Paksban és Bognár Györgyel, de ez ennyit a hazai párhuzamról. Ha visszatérni, azt így kell, mondhatjuk nyugodtan. Adás későbbi részben lesz majd szó egy ilyen, lesz majd szó olyanról, hogy mondjuk mellőzött játékos betalál, de az majd a magyar bajnokság kapcsán. Hát tényleg amúgy ez
hát érdekes edzői filozófia az, hogy ki az, akinél inkább játszanak a kevésbé híresebb neve, a kevésbé nagyobb nevek, mint hogy aztán a legnagyobbak. Hát az bizony nagy hibát követte, aki mondjuk Thomas Müllerről azt gondolja, hogy ki van már égve, mert hogy az, a nagy, az biztos, hogy a Müller nagyon kell, akkor összekapja magát, és hát inkább gólpasszokban szokta, de most ezúttal gólokban is sikerült neki, tényleg egészen elképesztő, hogy hát ő még mindig ott van azért a Bundesliga legjobbjai között. Lehet már nem az lesz, aki végrobogja a 90x percet, de hogy szüksége van rá a Bayernnek, az egészen biztos. Igen, Thomas Müller ez mindenképpen egy fontos oszlopa a Bayern Münchennek. Az, hogy korábban csak gólpasszokat termelt, az ugye azért is volt, hogy a munkát inkább Lewandowski végezte a góltermelést. Most, hogy ugye nincsen egy klasszikus középcsatára Bayern Münchennek, ezt néha Thomas Müller szokta egyébként betoltani, akár csak a német válogatottban is volt erre példa, hogy középcsatárt játszott, és úgyhogy most több gólt termel. Hát, de hát igen, az, hogy Nagelsmann mellőzte, ez meg is látszott így a csapatnak a játékán, és nem volt annyira hatékony. Szóval Müller egy nagyon fontos oszlopa, főleg a müncheni középpályának. Én biztos, hogy a Bayern München tette azért egy nagy lépést a bajnoki cím felé, de majd, hát legalább ebben, de majd egy hét múlva Manchester City-en lesz a szezon másik legfontosabb párharca a Bajnokok Ligája negyed döntőben, idegenben kezd majd Thomas Tuchel együttese, aztán ő gazdai pályán játsza majd a visszavágót. Tényleges, hogy Thomas Tuchel 2021 telén a szezon közben vette át a Chelsea-t, Bajnokok Ligáját nyert velük, akkor hát vajon Bayern München is megismétlődik ez, de erre majd hamarosan választ is kapunk. És hát a hétvége egyik balféke rovatunk következik, hogy a Wolfsburg-Augsburg mérkőzés 2-2-re végződött. Tehát Maximilian Arnold a második percben saját kapujába talált be, a 21-ben pedig elrontott egy 11-est. Erre teszem hozzá, volt már példa a Bundesligában, hogy valaki ilyet csináljon egy mérkőzés alatt, még pedig 2000-ben Mario Basler, még 91-ben Stefan Kuntz. Hogy hát öngól is kiajó 11-es egy mérkőzésen, hát nem minden napja az egészen biztos. És hát menjünk is tovább Angliába, ahol hát először egy gyors hír, ugye a Chelsea kikapott 2-0-án az Aston Villától, és hát azt jelentette, hogy Graham Pottert vasárnap este menesztették a londoni a kispadjáról, szóval nem csak a Bayern München az egyetlen olyan csapat, amely Bajnokok Ligája negyed döntő előtt cserél edzőt ebben a szezonban. Hát meglátjuk majd, hogy a londoni kékeknél ez hogyan sül el, mert bármilyen is a bajnokságban vergőnek, a BL-ben még ott vannak, igaz a címvédő, Real Madrid lesz az ellenfelük. Viszont lendeztek rangadót, legalábbis hát az lehet csak népben volt az. Manchester City 0-ről fordítva 4-re verte meg a Liverpoolt. Hát egy olyan mérkőzésen, amely csupán 10 percig vezettek a vörösök, aztán a második félidőben gyakorlatilag egy henger következett. Hát rugdostuk majd eget a Liverpoolt. Szerintetek most folytassuk ezt a sorozatunkat? Hát, jó kérdés tényleg, mert őszintén szólva most Liverpool. Most azzal nem lehet őket vádolni, hogy nem hoztak valami még ennél is rosszabbat, amit eddig. Tehát legalább most konzisztensek voltak, persze ez is nyilván egy eléggé negatív kifejezés, amit használtam. De az tényleg, szerintem most jelen állapotban van ennyi különbség a két csapat között, bármennyire is szomorú, még Erling Haaland nélkül is. Azért City-nél láthatjuk, hogy mekkora a merítés, és a Liverpoolnál pedig, hát ez a merítés, ez lassan teljesen egy ismeretlen fogalom lesz, hiszen amilyen idős a keret, amennyi sok sérült van most már, tényleg permanens válság van ilyen szemszögből. Tényleg nagyon nehéz helyzetben van ugye a Marseille parti csapat. És hát ugye a BL indulás az ezzel megint nem került közelebb hozzájuk, az konkrétan most már lassan a lehetetlen kategória lesz ezzel. Hát igen, tényleg nehéz, ugye nem véletlenül volt most már szó a Liverpool eladásáról is, ami mondjuk talán egy még kicsit így ilyen pletyka szinten hangzott el, és most inkább ugye a másik vörös csapat, a Manchester United eladásáról,
lehetett hallani inkább, de az tény egyszerűen, hogy kicsit így a csapat elhanyagolt azért a keretnek a frissítését. És tény, hogy azért hoztak azért fiatalabbakat, mint ugye a csatásokban, mint ugye Nunez vagy Gakpo, de annyira egyikük sem váltott meg a világot, és ahol a komoly baj van, az ugye hátul, tehát ott nyugodtan lehet azért két embert színni, ugye Alexander Arnold az más, az nem úgy önmaga ányokat, inkább önmaga paródiája lassan már. Virgil Panek is valami rettenetesen gyönge szezon fut. És hát ugye a többiek sem igazán, ugye nyugodtan az, amikor bizonyos meccsek, hogy a 37 éves James Milner a legjobb liverpooli játékos, azért ez is elég sok mindent elmond. Persze nem Milit megbántva, mert ő azért tett annyit az asztalra, hogy ő is azért hibázgat, de azért ez nyilván nem vett jó fényt a Liverpoolra. Nagyon nem, hiszen hiába ez is sokan kár, hogy Mohamed Salah-t mondhatni a City egyik specialistának megkérdezi, megy a City ellen, de hát oké, most Mohamed Salah ahogy nézem, ugye az első Liverpool játékos, aki ugye négy különböző mérkőzésen négy mérkőzésen betalált már ugyanazon ellenfél ellen. Mégpedig ezt 88 évben ugye IR-ásnak sikerült az Everton ellen talált be 5 mérkőzés. Egy szezonon belül 4 mérkőzésen talált be ugyanazon ellenfél ellen pontosabban. Tehát hiába megy neki a City ellen, nem sokat ér vele idén a Liverpool. Jó, persze szezon elején megnyerték ezzel a szuperkupát, de most a őszi bajnoki győzelem sem ér szinte semmit, ha úgy nézzük. Mostani gólya pedig szinte főleg járásnak sikerült egyébként ötször betalálni az Everton ellen 86-87-ben, de most akkor ezzel szemben mondjuk azt, hogy a City meg Liverpool, ugye teszem hozzá, az elmúlt 10 idegenbeli bajnoki mérkőzéséből 5-öt elveszített, és hát a pool meg eleve, hogy a 2022-es naptájában a 35 idegenbeli bajnoki meccsen szenvedett összesen 4 vereséget. Tehát, hogy tényleg durva mérrepülés, mert a City meg ugye 128-szor játszott hazaipán bajnokit a Guardiola érában, és ez volt a 100. győzelem 16 döntetlen és 12 vereség mellett, és ők rekordgyorsan érték el. Arsène Wenger az Arzál 139 meccs alatt érte ezt el. Hát, hogy most mondhatni, mi az, ami itt egyáltalán segíthet még a Liverpoolnak ebben a szezonban, mert 8 pontra vannak a negyedik helyzet Tottenhamtől, van még 11 meccs, de hát de az, hogy ők zsinóban 3 bajnokit nyernek, szinte képtelenségnek tűnik. Nagyon jó kérdés. Őszintén szólva, most így szezon közben már eléggé nehéz egyszerűen. Biztos, hogy lehetnék valamennyire forgatni a keretet, de hát azért ennek a kísérletezésnek nem áprilisban lenne még a helye. És lehet, hogy most egyszer tényleg az a megoldás, hogy most jó, ez az egy szezon, akkor most menjen a kukába, akkor ezt már nem mentsük meg, és akkor majd a következő 2-3-ba jöjjön a visszaépítés, mert néha azért, hogy is mondjam, egy ilyen halott embert már nem érdemes a defibrillátorral cseszegetni, már bocsánat a kifejezésért, néha. Haldokló embert. Igen, csak ez már komolyan szerintem halott ez a szezon, nem hogy haldoklik, tehát. Persze nyilván a haldoklóban még lehetne valami, de most erről nem beszélünk, mert ez ugye nyilván egyrészt ilyen üres filozofolgatás. Szóval ebben tényleg ennyi van szerintem most. Hát az otthonuktól távol mindenképpen el kellene kezdeni gyűjtegetni a pontokat, még hogyha most azt mondjuk, hogy hát kuka is ez a szezon, de hogyha mondjuk a Bajnokok Ligájában nem látjuk jövőre a Liverpoolt, az egy dolog, de hogyha egyik nemzetközi versengésben sem, az viszont már extra kudarc lenne a Liverpooliaknak. Ugye a Liverpool eddig csak a Newcastle ellen nyert 2023-ban idegenben, és összesen 4-et gyűjtöttek a lehetséges 21-ből. Szóval ha valamin el kell kezdeni fejlődni, akkor az ez mindenképpen. Hát főleg úgy, hogy
ugye egy-egy rád a két csapat a szünetben, és hát ott a második félben szinte teljesen leblokkoltak a vörösök, úgyhogy ugye 46. percben talált be Kevin De Bruyne, 50. percben Gündogan, és 74. percben Grealish, és nézve a mérkőzés, csoda, hogy ez nem lett amúgy több, és hát ugye De Bruyne gólja a szünet után 53 másodperccel született, hát a pool pedig 2001-ben kapott legutoljára szinte hasonló gyorsasággal gólt a Premier League-ben második félidőjén, akkor Liverpool, ugye Everton elleni meccsen Sylvain Distin volt az, aki 40 másodperccel bevette akkor az akkori pool kapuját, szóval tehát, hogy valljuk be, tehát itt azért mentális erő is, mentálisan sem lehet erős a Liverpool, hogyha tényleg már második félidőben egy percet telik el, már kapitulálnak, aztán meg 7 perccel később követi az újabb, és akkor úszik az egész mérkőzés. És hát a hullámvölgyből pedig akkor, és hát igen, a hullámvölgyből mikor jöhetnek ki? Pont amikor adásunkat rögzítjük, április 4-én, 21 órakor lesz majd egy elmaradt Chelsea-Liverpool mérkőzés, a pool 8-ig a tabán, a Chelsea 11-dik, 42, illetve 38 ponttal. Hát tavaly ekkor, amikor találkoztak, akkor a Liverpool második volt, a Chelsea harmadik. Hát hittétek volna, hogy egy évvel később a két csapat úgymond ennyire gyengén fog teljesíteni a bajnokságban? Azért az angol bajnokság azért híres arról, hogy ott telikonyú hullámzások vannak, annak ellenére, hogy roppant erős mezőny. Tehát azért itt még előfordul az, hogy egy kisebb csapat meg tudja nyerni a bajnoki címet, ugyan az is, hogy egy nagyobb, meg komolyabb és tartós válságba süllyed. Igazából néha csak az a kérdés, hogy mikor melyik csapat van soron. Tehát egyszer mindenki ezt megjárja, ezt az utat, hogy a Liverpoolnak is ugye azért ne felejtsük el, volt bő 30 éves bajnoki cím nélküli periódusa. Azért Manchester United is most már lassan 10 éve, hát azt mondom, hogy nem éri a legszebb napjait, akkor szinte nagyon enyhén fogalmaztam. Most ugye a Chelsea is nemrég volt bajnoki első 3 éven belül kétszer, tehát ez tényleg néha gyakran ilyen, hogy hullámzás, hogy ne felejtsük, hogy mondjuk a Chelsea-nél talán lehetett azt várni, hogy ott lesz egy tulajdonosváltás, ott annak lehet esetleg egy negatív hatása a csapat teljesítményére. Vagy ilyen, vagy olyan formában, főleg ugye úgy, hogy ott azért az új amerikai tulaj eléggé neki esett a, hát hogy is mondjam, a fejszényerének, és ott azért, hát, az a káosz, ami ott a Chelsea-be kialakult, arra nehéz mit mondani, a Liverpoolnál talán az inkább meglepő, bár ugye hozzáteszem ugye a keret öregedésével, azért ott sem lehetett olyan nagyon-nagyon váratlan, de ott azért mindenképpen meglepő volt még így is, hiszen ott azért a csapat magja még egyben maradt, a Chelsea-vel ellentétben. És hát ezúttal, hogy a londoni kék kispadján már nem Graham Potter, hanem Bruno Sator foglal majd helyet, hát egy igazi rangadón kell majd bemutatkozni, a másik is, hogy kb. Mintha két középcsapat mérkőzését látnánk, és hát volt még meglepő eredmény, hogy összecsapott egymással a két United, és hát a Newcastle 2-0 legyőzte a Manchesterieket, Willock és Wilson találataival, és hát most ez a Unitednak a bajnoki cím, vagy ez, hát nem is az, hogy bajnoki cím, hanem a mondhatni a ezüstéremre szóló esély is tényleg elszállag, és így most 50 pontos a Newcastle, a Tottenham és a Manchester United is a harmadik, negyedik, ötödik helyen. Hát óriási versengés alakult ki, és hát a Newcastle gyakorlatilag szinte kis túlzással magabiztos sikert aratott, és hát ő 1996 után győzte el a Newcastle oda-vissza United-ot, ami a két bajnoki szezont illetve, akkor teszem hozzá, volt egy 5-0-ás mérkőzés is a St. James Parkban. Hát, sőt, és ugye United meg is a harmadik bajnoki mérkőzésén nem tudott gólt szerezni, amelyre ugye történet során 7-szer van például, és legutóbb 2020 februárjában. Hát mi történt ezzel a mérkőzésen, mert ugye elsőre tényleg nehéz elhinni, hogy a mondhatni ebben az évben viszonylag szép játékú mutató United egyszer csak így leblokkoljon egy mérkőzésen. Tehát a viszonylag szép játék, ez maradjunk annyiból, hogy inkább csak a 2023-as naptári évben volt tetten érhető. Ugye 22 sem volt azért olyan csúnya már, főleg ugye az előtt viszonyítva. Itt a komoly ugrás, mivel a United hirtelen fölrúgta magát a dobogóra, az ugye már inkább ebben a naptárében jött, hogy a világbajnokság után.
Akkor ugye történt egy kis változás is az öltözőben. Ugye a Newcastle is, hogy meg az, hogy pont az ellenkezője volt állnők, ugye a összementek óriásit, a Manchester pedig, bocsánat, ugye a Manchester ellentétben aztán ők meg a VB után estek némileg vissza, mivel ugye a United, mármint ugye a Manchesteri, az le tudta őket fogni ugye a tabella harmadik helyen, és meg is előzte őket, és úgy tűnt, hogy el is húznak tőlük. Ugye emlékszem még, ugye ez a két csapat ugye a Liga kupáért is megütközött egymással, és ugyanilyen arányban győzött a Manchester United 2-0-ról. Szóval ott tetett érezni azt, hogy talán Manchester már előrébb van. Aztán ugye jött ugye egy végeredmény, amit szerintem azóta sem tudunk értelmezni, hogy hogy történt meg. Ugye Liverpool 7-0-ra intézte el Erik ten Hag csapatát, ami de mérezhetően odahaza megfogta őket. Az Európa Ligában annyira nem, ott a Betiszt így is ki tudták verni, de ott hát azért elég érdekes, hogy azóta, hogy a támadó szekció az így teljesen behúzta a kéziféket. És így amennyire jól nézett ki ugye a Unitednek ez a szezon, amit kihozhattak volna még belőle, hát meg lehetett volna úgy is, hogy a BL indulás, ezzel hirtelen megint ugye nagyon nyílt a verseny, ugye a szintén már kicsit lesanált Tottenham az megint fölért erre a duóra, és teljesen nyílt lesz a verseny a kettő BL helyért. Mondjuk azzal, hogy az ezüstéremről szövegetett álmok, szerintem ez már a Liverpooli meccs után véget ért. És a Manchesternek innentől már inkább csak a harmadik helyért lehetett menni, és most ezért óriásit kell még menniük. A hét túl tényleg még a szezon egyik leghihetetlenebb eredménye volt, de volt azon a hétfőn egy másik egészen hihetetlen eredmény, de arról kicsivel később. Evezzünk közben hazai vizekre, ugyanis hát, hogy utaltam rá előző hétvégén, hogy a Vergő déllovas meg az Alvó óriás, hát végül is nem bírt egymással a két csapat. Ferencváros hazai pályán 2-2-t játszott a MOL-Fehérvár ellen. Hát egy viszonylag fordulatos mérkőzésen, ugye az a csata egyértelműen a Ferencváros felé, általában tényleg helyzetekből ítélve, de ennek ennél mégis 7. percben stoppira góljával a Fehérvár szerzett vezetést aztán. Mert a fél időm egy bizonyos ifjabb lisztes Krisztián, aki 59. percben bevette először a vendégkapuját, aztán 70. percben másodszor is, és hát a 79. percben egy betalált Jevgeny Makarenko, aki hát valljuk be, nagyon mellőzték ebben a szezonban, de szóval a Huszi Szabó is kijelentette, hogy nála ő már nem fog játszani. Hát most Bártos Zsoleknél már be is állt ismét csereként, és ezúttal már gólt is tudott szerezni. Hát tényleg egy egészen hihetetlen forgatókönyv, ezt úgy nézzük amúgy, hogy mi az, amikor egy rangadót ment meg egy mellőzött játékos. Igen, és hát ráadásul a kiesés ellen kiesés elől menekülő Fehérvárnak ez egy nagyon fontos pont, nem is feltétlenül a mennyisége miatt, mert nem ezzel az egyel fognak megmenekülni, hanem azt, hogy ezt a Ferencváros ellen szerezték idegenben a grupámában. Ugye nyilván a Ferencváros most, hogy már kiesett az Európa Ligából, így valós célok már nem maradtak az idényre, hiszen a 9 pont előnyben, ugye főleg most, hogy a Kecskemét is kikapott hazai pályán meglepetésre. Ezen abban először teszem hozzá, bajnokságot tekintve. Így van. Tehát a Ferencvárosnak a bajnoki címét semmi sem veszélyezteti, így valós célok erre az idére már nem maradtak. Ezzel együtt mondom, hogy a Fehérvárnak ez egy bravúr pontszerzés jelen állapotában. Ugye ezzel is csak 3 pontra növekedett az előny a Honvéddal szemben. Ugyanakkor mondjuk inkább megvárnám még azt az Újpest elleni meccset, amit majd vív a Fehérvár a következő fordulóban, de ha ott esetleg nyer, akkor azt lehet mondani, hogy viszonylag nagy lépés előnybe kerülhetnek a fehérváriak az igen reménytelen Vasas, és a nem kevésbé a kispesti szurkolóknak csalódást keltő Honvéddal szemben. Így akkor eléggé valószínűleg tűnhet, hogy milyen irányba kanyarodik el az a kérdés, illetve a kérdésre a válasz, hogy melyik lett a két kieső az NB1-ből. Hatalmas harc lesz, egészen biztos, viszont ugye
A Fejérvár ugye utoljára 2018. szeptemberében szerzett pontot a Groupama arénában bajnokni, és akkor úgy tűnt, hogy 35 perc után 2-0 volt a Fradinak, hát ez simán meg lesz. Hát nem is igaz, hiszen akkor Bobán Nikol meg Kusti Szabolcs tálataival lett 2-2 a mérkőzés. És hát ez ugye Fejérvárnak ugyan idegenben csak 5 pontja van ebben a szezonban, amit teszem hozzá. Hát nem azt mondom, hogy messze, de a legrosszabb teljesítmény, ha otthonuktól távol vannak. Viszont azért ez a mérkőzés lehetett volna persze sima ferencvárosi győzelem, de megmutat azt, hogy a Fradi ugye mostában miért van rossz formában, és azt is, hogy milyen az, hogyha sok helyzetet kiadod, mert akkor az ellenfél azt találni fog gyakorlatilag akár kétszer is szinte semmiből egy-egy találatot. Igen, ugye azzal, hogy a kettős terelés az megszűnt ugye az Európa Ligás kieséssel, az egy dolgot nem oldott meg, a sok sérültet, mert ugye a Ferencváros azért eléggé durván tizedelődött az elmúlt mérkőzéseken, ugye a bajnokságban. Ami hogy az érdekes, hogy kupában nem is voltak érdekeltek, tehát még más nem is kellett, hogy koncentráljanak. És azért legtöbb játékos még most sem bevethető, ugye Lisztes ezért játszhatott egyáltalán. Igen, és azért a Ferencváros most ilyen szemben meg is nyugatott az, hogy a Kecskemét az most mondhatni, hát lehet, hogy a legrosszabbkor kapott ki a Mezőkövesde ellen, mert most így fújva, amit mondani fog, de Kecskeméten, hogyha mondjuk összeült volna ezúttal is egy győzelem, akkor azért Ferencváros már egészen közel kerülhetett volna. Nem szerint 6 pontra. Igen, 6 pontra, igen, és most ezzel maradt ugye 1 pont a Ferencvárosnak, ugye 2 lett, most akkor 9. 8-ról 9 lett. Igen, igaz, akkor 9 pont lett most a különbség. Jó, persze nyilván Masszának törvény alapján ugye a Kecskemétnek is kellett volna egy hazai vereség, hogy legyen. Mondjuk az a talaj, ami ott volt, az aztán tényleg nem volt alkalmas labdarúgásnak az első fél idő nagy részében. Az inkább volt valami, nem tudom, valami tolnamegyei mocsár vagy hasonló, de itt a Tamási Pacsmagi tava környékére eléggé emlékeztetett az a labdarúgó pálya, de mindegy. Igen, talán a Ferencvárosnak most ez ilyen szemben egy kis megmenekülés volt. A bajnokság az még így is meg lesz, mert előbb-utóbb azért ki fognak jönni ebből a gödörből. Van azért akkora előnyük, hogy ez beleférhessen még. Hát a Fehérvárnak ugye meg ez nyilván eléggé fontos volt, ugye ott minden egyes pont. Tehát ugye, ahogy a Robi is mondta, az Újpest elleni mérkőzés, ami mindig egy kiesési rangadónak ígérkezik, az dönthet még itt nagyon sok mindenről. Ugye most így nézem az összefoglalót is közben, azt ugye volt az első fél idő végén egy nem megadott gólja a Fehérvárnak, amelyet hát végül Les miatt elvettek. Persze, itt először nézem most, hogy olyan kelánkodró lesen volt-e, mert valami nagyon nem vagyok biztos, hogy az Les lett volna így ránézésre. Ki tudja, hogy biztos jól kivonalazták a videókocsiban, mert Sőn Szabolcs teszem hozzá kisján belesérült. De aztán tényleg jöttek olyan helyzetek a Ferencvárosnál, amely, hogy is mondjam, olyan kategória, hogy egyrészt öreg anyám kétszekerrel berúgja, másrészt meg tehát olyan, hogy azokat ősszel ők biztos berúgták volna, de hogy ezek reprezentálnak például, hogy Lisztes Krisztián ugye beállt csereként a félidőben, aztán meg 15 másodperc után meg 3 méterre rúgta ki a labdát a stadionból. Tehát, hogy ezek azt mutatják, hogy a Fradira rá se lehet ismerni tavasszal. Ugye az Itzerből lett kapufa akár, tehát most voltak olyan helyzetek, amelyek például az Zakariasen első félidőben, hogy én nem ismertem rá a bajnoki címvédőre. Most ilyenek azért előfordulnak minden csapatban, azért 33 mérkőzés alatt nincs olyan, hogy csupa jó mérkőzés legyen, ki kell egyszerűen minden hibának. Mondom, tehát itt tényleg ugye talán jó az Akari azt mondta, hogy pont nem volt sérül, de mondom itt azért nagy részt, hogy a kevésbé rutinos játékosoknak is most ugye komoly teret kellett, hogy vállaljanak. Nem biztos azért, hogy ez így azonnali eredményeket fog hozni. Persze mondjuk ez egy jó lehetőség, hogy tavaszatot gyűjtsenek, és előbb-utóbb biztos ki fognak belőle jönni, de itt a nagyjából ebben ennyi is volt. Tehát ugye
miután Lisztes Krisztán szerzett egy gólt, aztán 70. percben meg ő, hát a másik találatához pedig ő gyakorlatilag, lehet, hogy hivatalosan nem, de mondhatod, hogy nem hivatalosan az Újpestről Fehérvárra igazoló Csongvai Áron adta a gólt, azt legalábbis Adama Traorénak, hát teljesen felelőtlenül kezdett az ötösön belül cselezgetni hátul, és hát meg is lett az eredménye. Hát ő fejlődni igazolt Fehérvárra, másképp ez melyik irányba történik, nála mindenki döntse, hogy az előrefelé vagy visszafelé. Hát egy megjegyzés, hogy... bocsánat, hogy felszállassák, félre mondhatták, hogy végre egy hasznos újpesti. Hát játékban nem változott egyébként sokat, mert ugye a Csongvai az Újpesten is kezdő volt, és ha jól látom a videó a Fehérváron is kezdő, de játéki minőségben hát szerintem inkább visszafejlődött, szóval. Életen igazolása volt magyarul. Hát igen, eladta a labdát, Lisztes köszönt, de szépen berúgta. Hát egy-egyes elásnál 70. percben ilyet csinálni, ez tényleg óriási felelőtlenség, és ez nem tudjuk, hogy mi lett volna, ha nincs ez a második ferencvárosi gól, és akkor hogyan alakul a mérkőzés, de azért az bizonyítja, azért ez még bebizonyított azt, hogy az ilyen szinten az, hogy így cselezgessél hátul, ez nem fér bele, mert hát mondom, hogy oké, szerzett a Fehérvár egy pontot, de hogyha ezt nem csinál Csongvai, akkor vajon mi lett volna? Hatalmas közhely fog következni, sosem tudjuk meg. Persze, gondoltam, csak hogy... Hát igen, tehát ez tényleg egy óriásiba volt, de ezt jóvá tudták tenni a csapattársak, hogy amikor is hát a sokat mellőzött Jevgeny Makarenko egyenlített, és hát szinte egy olyan szituáció, amikor mondtad, hogy semmiből szerez egy gólt a Fehérvár. Hát én most így Bártos Zsolekkel eddig ugye két meccsen 4 pont, mi több, egy már idegenben is megvan. Hát lendület, mint a kisebb lendületbe jött volna a Fehérvár ugye a Huszi Szabolcs utolsó meccseihez képest, de vajon elég lehet az, hogy ez a csapat bennmaradjon az élvonalban? Hát mondjuk őszintén szólva azt szoktuk látni, hogy ha új edző van, akkor arra többféleképpen tud reagálni a keret. Hát egyrészt ugye hogy teljes apátja következik, vagy esetleg, és itt azért lehetett hallani ilyesmit ugye Fehérvár kapcsán, hogy ott az előfordultak. Hát állítólag motivációs problémák is ugye Szabicsi méretől is lehetett hallani, talán a Huszi Szabolcs is utalt rá, hogy ott őszinte nem mindenki tett bele mindent a sikerbe, most ha új edző van, és általában az nem magyar, akkor talán jön egy ilyen akarat a játékosok részéről, hogy jó, akkor most megmutatom, hogy igenis tudok, és be tudok férni a kezdőcsapatban, ami egy ideig eltarthat, most talán a szezon végéig még kifutott ez a rendület, hogy utána mi lesz, az megint nagyon jó kérdés. Lehet, hogy kicsit az újdonság varázsát láthatjuk, aztán ez gyorsan elől, majd meglátjuk, az idő ezt is eldönti. Mivel lesz még hátra szám szerint 8 mérkőzés, például 28 pontos így, és 3 pontra vannak a 11. helyen álló Honvédtól, és hát pont az előttük álló Újpestet fogják ugye 30 pontosok, és hát érdekesség, hogy a Fehér ugye azipán egyszer kapott ki eddig a bajnoki szezonban, azt éppen a Fővárosi Lila Fehérektől, ugye 1-0-ra, az volt mondani Budu Zivzivadze utolsó mérkőzése Fehérvári mezben, mikor aztán a végén újpesti trikóban vonult le a pályáról, és hát Újpest drukkerekhez bent kiünnepelni. Hát az biztos, hogy nem érezte jól magát a koronázó városban. De hát ez már a múlt, most pedig már azóta azért tényleg változott egy-két dolog, és hát bármilyen is furcsa, hogy magyar edzővel valahogy nem teljesít jól a Fehérvár, külföldivel igen, van egy kis lendület az elején. Hát majd kiderül a későbbiekben, hogy mire lesz jó, mire lesz az elég, és hát következzen még a hétvége balféke című rovat második része, mégpedig az újpesti Petrus Bumál, akinek ugyan csapata nyert 3-2-re az Zalaegerszeg ellen, de hát olyasmi bravúra volt képes, hogy hát 2 perc alatt 2 büntetőt roncson el. Hát ti láttatok már valaha erre példát? Néhány évvel ezelőtt Kovács István a Videotomból
Jó, nem pont ugyanilyen szituban, mert az két külön 11-es volt, nem egy ilyen újra rugatott, de ott is az egyiket a kapus védte, a másikat pedig kapufára rúgta, ha jól emlékszem. De ha emeljük a tétet, akkor ugye, ezt nem láttam élőben soha, de a Martin Palermónak volt az a legendás dupla idézőjeles mesterhármasa, hogy három ütetőt hagyott ki egy mérkőzésem. Ezek sem olyan rugatottak voltak nyilván. De abból azt hiszem, volt kapus, kapufa meg mellé rugás is. Tehát ott az igaz, az az egy klasszikus mesterhármas, hogy gyönyörűen diversifikálta is a dolgokat. Az, hogy egymás után, hát olyan tényleg max. Hogy szabálytalanul rúgták el, maximum ilyet tudok felidézni. Vagy éppen szabálytalanul védtek ki a kapus, bocsánat, ezt akartam mondani. Mondjuk bennem eleve felmerül kérdésként, hogy miért pont az a játékos, vagy a büntetőt, aki alig tett valamit az egész szezonban nagyjából. Közben az Újpestben azért csak vannak más, amelyik tudnának büntetőt rúgni. Például ugye a Mesármas szerző Csobot Kevin, aki talán ki is harcolta ezt. És rábutatkozhatott ugye a felnőtt válogatottban is, ugye márciusban. Szép motivációt ért neki, mondjuk éppen mondjuk Varga Barnabással, aki szintén büntetőt hibázott egyébként, és teljesen beleszürkült a Honvéd ellen a mérkőzésben. Mindjárt azzal is foglalkozunk, csak hogy ugye én nézem magam előtt a gépet, és hogy itt ilyen bumált büntetőjén, amikor elrúgta a kapus, már nincs a vonal, meg egy zalaegerszegi játékos is már benn volt, míg mondjuk Valga Barnabás kiadott büntetőjénél benn volt két Honvéd játékos, és nem rugatták újra. Ez is aztán érdekes döntés, megér egy külön misét. Tényleg jó kérdés, hogy miért egy védekező középes rúgja a büntetőt, aki tényleg alig tett valamit ebben a szezonban. Mert mondjuk itt az Újpestre visszatérő Nebojsa Vigyevics hibája is szerintem. Azt nagyon bírta, amikor próbálta megmagyarázni, azzal magyarázta, hogy mivel hogy Mudrinszky már nem volt a pályán, és ugye Mudrinszky szokta a 11-eseket rúgni, és ő van kijelölve, de azt nem értem egyébként, hogy Johan Kroh azért sokkal jobb, ugye például az előbb a Csobot Kevin is rúghatta volna, besültek Johan Kroh azért, aki még azt hiszem akkor még a pályán volt, hogy csak a második félben cserélték, szóval hogy ez egy elég furcsa magyarázat volt Vigyevicstől, hogy azért, mert Mudrinszky már nem volt a pályán. Viszont nem tudom, emlékeztek-e még arra, amikor néhány évvel ezelőtt szintén akkor is Vigyevics irányította már ugye az Újpestet, amikor Vált Péter tért vissza egy sérülés után, már nem tudom, hogy melyik mérkőzése, szintén büntető, és ott Diánya szintén a másik légiós volt az, aki ott egyszer nem engedte azt, hogy kabát lőhesse a büntetőt, ami hát az újpesti szurkolóknál eléggé kivert a biztosítékot, hogy a egyik keret kabát petéjével ezt meg lehet csinálni, abból is azért lett nem kis balhé. Az régen volt már, de és kicsit más szituáció is volt egyben, de attól még szintén így érdekes, hogyha már Vigyevicsel és így a 11-es rugásokat említjük egy lapon. Legalább mondjuk olyan játékos rúgta, aki egy jár, mondjuk abszolút nem mondani azt, hogy rossz lett volna, és ez nem tök jó formában volt összességében szinte mindig. Csak hogy, hát igen, ez tényleg a 11-es rugás, akkor most jó döntés, nem jó döntés. Hát oké, végülis megnyerte az Újpest a mérkőzést. Úgyhogy például a harmadik gól az volt, hogy Csobot Kevinre rárúgta a labdát, ugye minden igaz, Demjén Pattit rárúgta a labdát, úgy pattan be. De valahogy játékos egyébként teszem hozzá, hogyha már így a motivációt emlegettük Csobot és Varga kapcsán. Erről mondjuk, hogy Demjén nem játszott, ezt azért fontos megjegyezni. Hát igen, Dibusz Dénes véte vég a két vállalatott mérkőzés, de hát Magyar Bajnokságból ennyit, hétvégén ugye két kiesési rangadó lesz ugye a Molfejver Újpest, meg a Vasas Honvéd, hát a Vasasban mondhatni 9 pontra van 10. helyzet Fehérvártól, szóval hát szinte reménytelen helyzetben vannak. Meglátjuk majd, hogy... Még nem is nyertek ebben a naptár évben, hogyha jól nézem a Vasas, és valószínűleg nem is lesz max ilyen döntettenek. Ez már nagyon reménytelen a Vasas számára ez a végjáték. Bajnokiból összesen 3 győzelem egyébként a szezonban. És hát, hogy milyen meglepetések voltak még a hétvégén, vasárnap este Nápoly, Maradona stadion, az ellenfél az Nápoly ellenfél az AC Milán, a végeredmény pedig 0-4. Hát ezt nem láttuk jönni. 2 gólt szerzett Rafael Leao, 1-et Brahim Diaz, és
Alexis Salemakers, hát és aztán az elem akármilyen találatok voltak. Hát erre számítottatok-e volna, hogy itt számítottatok-e, hogy itt bizony ilyen simán nyer az AC Milan? Hát, arra, hogy ilyen simán, arra semmiképpen, arra se talán, hogy nyer. Hát mondjuk azért, ugye Nápoly eléggé durva előnyel vezeti a bajnokságot, tehát azért ott talán meg lehet azt érteni, hogyha már annyira nem érezik motiváltak magukat egy ilyen mérkőzésre se. Viszont Nápoly szempontjából talán a lehető legjobb, hogy jött ez a veresség, mert nekik ugye gyakorlatilag ez semmit nem befolyásol. A Milánnal ellentétben, mert ők ezzel ugye megelőzték az Intert a tabellán, és most ugye a harmadik helyen állnak már, hiába volt nekik is ugye egy ringásuk így a szezon közepén. Viszont ugye a Nápoly ezt ugye tudja kamatoztatni, mondjuk, vagy hát nem kamatoztatni, de legalább felhasználni. Ugye a jövő héten és az azutáni esedékes BL negyeddöntőről ez a két csapat egymással fog megküzdeni az elődöntőbe jutásért, ahol azért eléggé mások lesznek majd a viszonyok szerintem. A Nápoly biztos, hogy sokkal motiváltabban megy ki a pályára. Most kicsit az volt az érzésem, hogy talán nincsen meg a kellő lelkesedés. Viszont a Milánnál ugye azért ott eléggé ültek a dolgok. Egyébként kicsit emlékezett a szituáció arra, amikor hát így a Dél-Európa másik részén a spanyol bajnokságban a Real Madrid szinte hasonlóan nagy előny birtokába úgyhogy kapott egy 4-est a Barcelonától, ami szintén nem befolyásolt semmit. De ugyanakkor hát így szintén elég érdekes volt, hogy a azon nagy részében szenvedő Barcelona egyszer csak így lemosta a Realt. Most is így ez lehetett érezni. Ezt nyilván más csapatokról beszélünk, de attól függetlenül hát olyan eredmény volt ez, amire mindenki felkapta a fejét kétségtelenül. Hát maga az eredmény, ez meglepetés volt, az tény és való, viszont az, hogy a Milán győz, az kicsikét borítékolható volt szerintem, hiszen a Nápoly inkább most a bajnokok elmenetelése próbál összpontosítani, és most a Szíriában maga biztos előnnyel vezet, így arra nem igazán folytanak elég erőt, vagy túl sok erőt, hanem inkább a BR-re fektetik ezbe, és arra pihennek. Hát ennek ellenére azért olyan gólokat kaptak, amit főleg az utolsó kettőre gondolok, amit nem feltétlenül várnék egy olyan csapat védelmétől, ami csak 9-et kapott eddig hazai pályán. Most rögtön megkapták ennek majdnem a felét, ugye hozzácsaptak még 4-et. Főleg a Leao második gólja, illetve Salemakers találata volt az, és ebből is talán a legutolsó, hogy kb. 5 védőt is úgy került ki, mintha ott se lennének szinte, vagy csak bóják lennének helyettük. Úgyhogy ez mindenféleképpen, tehát már a góloknak a minősége is, nem is az eredmény az, ami meglepő, az is, de a gólok minősége az szintén. Brahim Diaz, ugye Milan másik adat szerezte Brahim Diaz, aki ott tényleg egy nagyon szép cselekedet, az a másik, és hogy Kim Min-jae-ről pattant be a lövés, hogy Mario Rui-t elküldte a boltba, azért az szintén nem volt semmi. Hát abszolút tényleg, hogy most, mint hogy oké, egy hét múlva a két csapat találkozik egymással újra, BL-ben első, mert szintén a Maradona stadionban. De most a Napoli csak aldatott és hagyott egy kis sikerélményt a Milánnak. Mit gondoltok erről? Hát ez azért nem ennyire egyszerű, tehát nyilván nem akartak 4-0-ra kikapni. Most megestek ilyen alkalmak, amikor valahol minden összejön, valahol meg kb. Semmi. Tehát szerintem ez egyszerűen csak egy olyan mérkőzés volt, ahol a Nápoly nem igazán volt motivált a Milán ellentétben roppantul. És ez az eredményben most eléggé durván kiütközött. Hát a Napoli 2007. decemberében kapott ki utoljára 4 góllal bajnoki mérkőzésen, akkor 5-1-re az Atalantától idegenben, és hazépen pedig utoljára 2000. októberében, akkor a Bologna nyert még a Dél-Olaszvárosban 5-1-re, egészen hihetetlen sorozatok. Még a Milán mennyire gyilkolja az éllovasokat, hát ugye őt a Stefano Pioli vezető edző 2019. október azóta ugye 5-ször nyert a Milán éllovas, vagy pontosabban igen, összön nyert a Milán az aktuális éllovas ellen, és hát legalább 2-szer, mint azóta bármelyik másik csapat.
szeretik az élovasokat, maradjunk annyiban, és hát ugye Milán, és hát ugye utoljára még olyan, hogy a olasz bajnokságban az aktuális élovas hazépán 4 gólt kapja, legutóbb 2-5 szeptemberében volt például az Inter kapott ki otthon 4-1-re a Fiorentinától. Tehát tényleg történelmi rekordok döltek meg ezen a mérkőzésen. Ilyen sok éve nem volt példa. Vagy hogy Napoli 25 perc után legalább 2 gólt kapjon, az ugye utána 2019-ben fordult elő velük, akkor a Juventus elleni mérkőzésen. És hát a Rafael Leaót is említettük, hogy ugye tezzem hozzá, ugye elérte a 10 gólt a Szériá mostani szezonjában, és hát teszem hozzá, hogy 2004 óta, mióta az Opta mér adatokat, azóta 24 éves kor előtti Milán játékos, ő a másik olyan Milán játékos, akinek ez 2 szezonban is sikerül. Mégpedig ugye, mert 2 egymás követő szezonban is, ugye korábban Mario Balotelli-nek, meg Alessandra Pátónak sőszött a brazilnak egyébként 3-szor is, hogy ilyen fiatalon legalább 10 bajnoki gól szerezzen, szóval hát lehetséges, hogy te Rafael Leao akár még a jövő nagy embere lehet. Szerintem azért összességében azt tudom mondani, hogy van benne azért annyi, hogy még sokat fogunk róla hallani. Hát az olasz bajnokság azért valljuk be összességében, mert a Napolit alig, ha veszélyezteti már bármi is, de hát bajnokok ligában nem mutathatja a Napoli, hogy ez csak kisiklás volt, vagy most tényleg hullámvölgybe kerültek el. Ezen héten is ugye említettük már Chelsea, Liverpool mérkőzés, tehát igazi kupahetek lesznek, ugye néhány kupában versenyben van Sallai Roland és a Freiburg, aki majd a Bayern München vendégei lesznek majd. A magyar kupában lesz egy Zalaegerszeg Puskás Akadémia elődöntő, olaszoknál Juventus Inter elődöntő első mérkőzés, Schäfer András és az Union Berlin a Frankfurthoz látogat kupa negyed döntőben, látogatnak majd ugye Frankfurtba, tényleg szerint lesz egy Budafok Vasas kupa elődöntés, de mást osztályú teszem az a Budafok Sivának felsőben, Lipcse Dortmundot fogadja, két magyarra, reméljük a kezdőben, spanyol kupa eldöntő visszavágó Barcelona Real Madrid 1-0-es katalán előnyről, tényleg itt hát kupa meccsek, hát aztán hétvégén ismét bajnokság, és hát már csak a jó kérdés az, hogy tényleg tele lesz ennyi meglepetéssel ez a hét, hiszen jelenleg ugye az elmúlt hétvégén a top bajnokságban az öt aktuális élovas közül 3 is vereséget szenvedett, csupán az Arsenal és a Barcelona tudták begyűjteni a 3 pontot. Teszem hozzá, hétvégén a Bundesligában is rangadók lesznek, majd Dortmund, Union Berlin és Freiburg, Bayern München egy időben. Szombaton 3:30-kor, szombat este lesz még Lazio-Juventus mérkőzés is. A Real Madrid visszavághat a bajnokságban a Villarrealnak, vasárnap pedig egy Liverpool-Arsenal angol bajnoki mérkőzés, szóval nem maradunk ezen héten sem top futball nélkül, és hát reméljük, hogy jövő héten is majd a Skúló című műsorunkban egy szintén fantasztikus eredményekről és mérkőzésekről számoltunk majd be. Srácok, köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és hát nektek meg a figyelmet, találkozunk legközelebb is. Sziasztok! Sziasztok!